Ti küldtétek ezt a Spyro-s kombót is a legutóbbi Crash Team Racing videóban. Most is várom nagy szeretettel, azt mondja Gyula küldte. Én egy kicsit szegényes vagyok, álljon meg a menet. Ilyen nincs, hogy kicsit szegényes vagyok. Küldtél olyan kombót, amilyet tudsz, lássuk. Iron Checkpoint, Crate, Rocket, Auto, Lightning, Elemental, Kerék, Relic, Platinum festék, és nincs. Matrica már is készül. Iron Checkpoint, Crate, a Rocket című kocsi, Lightning, Elemental, Kerék, és Relic Platinum festék. Matricát még levezem, hogy ne legyen ott semmi, és ez az a felszerelés, amivel villámsebességgel nyomjuk neki a játékot. Ez igen, Gyula? Na kezdjük, nézd csak, pont jó ez a pályára érkeztünk, hogy kicsit úgy wow, és a hátsó kerekek tényleg úgy villámosak, vagy hogy is lehetne mondani. Ki ne csúszunk még ezen a pályán, nincs meg a fejlesztő ide, hogy így haladok, nem is le, és még le is lökött. Na innen kell visszahozni, innen kell vissza, 8. helyezett, na várjál, vegyünk fel valamit a dobot. Wow, és ezt is letették? Sparks érkezik hozzám? Na jó, segítséget kérek akkor, 3-körös verseny a Berin Ruins című pályán, akkor jó íveket használjunk. Vigyázzunk azokkal a... meg itt a TNT is, nehogy melle, és mellettem roppa! Nincs megállás, attól függetlenül jól feladtad a leckét, Gyula, na lássuk akkor, ez az a verseny itt a levágóval együtt. Jól sikerült az, egy rakéta oda, vigyázz, pont eltalált a robot lábára ment egy... Ugrunk tovább, bal szél, amennyire csak tudok. TNT-t hogy átugorta? Ez igen, na várjál, küldök még egy rakétát. Az eltalálja. Hát nem igaz, megint. Wow, most nem, második helyezett. Mögöttem valaki el akar csípni. Jó, semmi baj, veszek fel egy újat, pumpás valami. Hol az első helyezett? Ki az első? Chicken? A csirke az első, de eltaláltam, és le is esett. Leesett bizony, első helyezett a második kör végére. Na várja, itt egy szép jó, a végén nem fogok ugorni, a végére nem fogok ugorni, az is biztos, mert ha el fogom rontani, akkor ott nagyon mérges lennék, hogy miért akartam én azzal a levágóval menni. Tegyük le megint, jó, egy-két, és akkor a harmadik nem fér bele, viszont egész jól megyek most már. Én nem küldöm azt a nagy golyót, én megyek tisztességes verseny, csak egyenesen, mert a robotom ott áll. Na jó, azért egy TNT-t ide leteszek, jó lesz az úgy, jó lesz az úgy. Szépen, és akkor nem megyek a levágóval, én anélkül is teljesítem, első helyezet! Jöhet a random következő pálya, ez a Dingo Canyon lesz, oké, hardon mehetünk, és ne feledjétek el, ti is írhatok kombókat, nem mondtam az elején. Na jó, Dingo Canyonnál nem kellene szégyent vallani, mert itt azért már megvolt a fejlesztő idő, a bár, ja igen, itt tudom, abba az irányba kell, utána is szépen le. De most itt nem arról szól, hogy minél gyorsabban teljesítsük, hanem arról szól, hogy épségbe teljesítsük, mert itt az a probléma, hogy az armadillók itt vannak. Jó. De csúnyán, itt driftelni kellett volna, így veszítettem el a lángot. Ott nem kaptam rá sajnos, nem tudtam úgy elindítani egy csúsztatást, és amiatt hát az úgy kimaradt, semmi gond. A kaktusz levágót azt nem nagyon kedvelem használni, de ott kénytelen voltam, úgyhogy ott használtam, de annyi. Ez még a második kör, úgyhogy még nem teszem le ezt, hanem megvárom vele, hogy meglegyen a harmadik kör, meg egyébként is el kellene akkor... elveszítettem. Elveszítettem azt a pajzsot is, ne várjál, a 2x3. Akkor megvárom már, hogy beérjek akkor szépen a végére, és akkor itt, ide már nyugodtan le lehet tenni, és akkor most már lehet gyűjteni akkor megint a lángot szépen. Még egy, de jó ugratások, és pont úgy folytatásokkal meg. Szerintem ezt nem én tettem le. Én nem tettem le semmit direkt a második körbe, úgyhogy ez elkapott. De se baj, mert az armadillo is lép be a dinó szájába. Ilyen szerencsém volt ott nekem, na se baj, itt van már úgyis a pálya vége, és ezzel egy újabb első hely, Mystery Caves. Jól van, Mystery Caves, gyerünk, akkor figyeljük meg az itteni dinoszauruszokat, vagy a misztikumokat, a teknős figurákat. Jól van, akkor... nem volt jó, már az első driftet elrontottam ott. Nehezen látszik, hogy mikorra lenne jó a driftnek
mert én a kerekeket szoktam mindig figyelni, és azt az alapkereket tanultam jól meg, hogy ott hogy megy körbe a jelzés, és azt szoktam követni, de itt úgy a színezete kicsit nehezíti annak a megfigyelését, hogy mikor van úgy középen talán. Jó, felvillan. Felvillan, azt csak nem tartottam én elég sokáig még. Ja, mondjuk így is jó. Hoppá, ez most így nem jó. Jó, most már oké, mert már nincsenek mögöttem. Nézd csak, hogy felvillan a lightningos. Ja, ezt nem tartottam még úgy, és nem figyeltem meg. Várjál. Jó, látod? De szépen felvilágít. Ez a Spyro-s elementál. A többi is ilyen jó lehet. És csak a hátsó kerék az, ami így hozza ezt a... utána, hogy is mondjam, ezt a füstöt, vagy kaparás, vagy milyen kis csíkot, húzza a csíkot, mi? Csíkot csak a hátsó kerék húzza. Azt láttam a Master Wheels-nél, azt hiszem ott mind a négy, úgy emlékszem, amit láttam. Hát még régen, amikor ez egy nagy hype-os volt, amikor a fejlesztőket győzték lefelé, akkor én is megnéztem, na milyen az a Master Wheels. Hát én is, hogy is mondjam, szeretném megszerezni, de hogy sikerül-e, azt még nem tudom megmondani. Nagyon úgy tűnik, hogy képes leszek rá, csak hogy az időm engedi az a dolog, ami megakadályozhat benne, hogy most mennyi időt szánok rá. Mert igazából az időt, ha rászánom, akkor meg tudom csinálni, én úgy gondolom, bármelyik pályát. Most már csak el kell dönteni, hogy na, akkor ezt fektessük-e be, vagy pedig csináljak más játékból végigjátszásokat. Mert azért láthattátok, a Sonic Heroes a héten felkerült, az első része, az is elég hosszú volt, és hadd mondjam el, hogy az eredeti fáj nem olyan hosszú volt, mert lentebb vágtam belőle. Viszont meg vagyunk akkor egy újabb győzelemmel. Gyulának egy köszönet, hogy elküldte ezt a jó kis kombót, és nektek pedig feladat, egy kombót a következő videóra. Találkozunk legközelebb.